pokol vérszomjas korcs ivadéka. Részben hüllő, részben kenguru, részben izzószemű, iszonyatos agyarú vérszívó denevér. Ez egy létező állat. A jelek szerint Puerto Ricóból indult pusztító útjára Latin-Amerikán át az Egyesült Államokig és Kanadáig. A házi állatok látszólag sebészi pontosságú csonkítást szenvedtek. Hiányoznak a szemeik, ajkaik és ivarszerveik. A földön kívüliek támadása volna? Vagy szörnyű tévútra futott genetikai kísérlet? Esetleg csupán az emberi lélek sötét mélységeinek terméke? 95%-ig biztosra veszem, hogy ez a földön kívüliek műve. A hívőkkel és kétkedőkkel együtt járunk utána a bizonyítékoknak, a csonkításoknak, különös nyomoknak és a szemtanúk beszámolóinak. Hiányzik a bizonyíték és a tudományos vizsgálat. Ilyen állat nem létezik. Következik a Chupacabras vérfagyasztó rejtélye. Az igazság nyomában. Chupacabras a kecskék réme. Puerto Rico lakóit évtizedeken át kísértették a történetek, amelyek egy vámpírszerű lényről szóltak. Végül 1994-ben úgy tűnt, hogy a sötét mese valósággá vált. Eljött a Chupacabras, a kecskeszívó. A teremtmény arról kapta a nevét, ahogyan az első áldozataival végzett. Az állatokat megölték, de nem ették meg. A nyakukon szúrt sebek voltak, és ránézésre kivéreztették őket. De küzdelemnek semmi nyoma nem volt. Errefelé szinte mindenkinek van elképzelése a lényről. A leírások a fenköltől a nevetségesig terjednek. Ugrik és két lábbal jár. Többnyire inkább éjszaka vadászik. Hatalmas vörös szeme is van. A Chupacabras körül nagy a hírverés, és a nagy közönség imádja ezt a témát. Megjelenik a kulcstartókon és pólókon, az emberek beszélnek róla. Olyan, mint a képregény figura a heti lapok utolsó oldalán. A Chupacabras viszonylag új lény a kriptozoológia, a nem bizonyított létezésű állatok világában. A kecskeszívó azonban gyorsan tör előre az olyan régi kedvencek rangsorában, mint a nagylábú, a yeti vagy a Loch Nessi szörny. A Chupacabras azonban bajós módon különbözik ezektől. Az ő névjegye a halál. Nyomozásunkat Puerto Rico szigetén a Bermuda háromszög déli csúcsánál kezdjük, ahol hajók és repülőgépek tűnnek el nyomtalanul, és ahol meglepő rendszerességgel számolnak be UFO-k felbukkanásáról. A világ legnagyobb rádióteleszkópja, a módszeres modern tudomány bástyája árnyékában a paranormális jelenségek házi ipara virágzik. Íme a Chupacabras felbukkanásának helye, Canovanas városa. A történet egyszerűen kezdődött. Néhány gazda elpanaszolta, hogy a jószágát különös módon meggyilkolták. A helyzet azonban hamarosan inkább módszeres mészárlásra kezdett hasonlítani. Ez az a környék, ahol a tömeges öldöklés lezajlott. Ismael Aquayo, a Canovanasi katasztrófa elhárítás vezetője a saját szemével látta a titokzatos lény rémes ténykedésének nyomát. Az emberek annyira féltek, hogy ki sem merészkedtek a házaikból. A mészárlás néhány kecskével és birkával indult. Megölték, de fel nem falták őket. A jelentések szúrt nyaksebekről és teljesen kivérzett tetemekről szóltak. 5 hónap alatt 50 kilométeres körzetben több mint 150 állat esett áldozatul. A polgármesteri hivatalba annyi panasz futott be, hogy Aquayo egysége külön hívószámot adott meg az elpusztult jószágok eseteinek, a 10-600-at. Mi gyilkolta a Puerto Rico-i házi állatokat? A gyanúsítottak között a szigeten kószáló vadkutyák, és a 80-as években megszökött reszúsz majmok is szerepeltek.
A puertorikói sajtó azonban új jelöltet és nemzetközi jelentőséget teremtett, amikor megkapó nevet adott az ismeretlen tettesnek. Chupacabras, a kecskeszívó. A támadási hullám tetőpontján minden éjszaka 200 ember járta az esőerdőt, a házi állataik életét és városuk biztonságát oltalmazva. Tiszta hisztéria volt. Mindenki a Chupacabrast kereste mindenhol. A mezőgazdasági minisztérium állatorvosa David Morales hamarosan az események középpontjában találta magát. Felfedezései hatalmas vitát váltottak ki, megosztva a gazdákat és szembeállítva a hívőket a szkeptikusokkal. Az emberek arra ébredtek, hogy valamennyi kecskéjüket megölték és alakzatokba rendezték. Olykor sorokban hevertek, vagy más minta szerint, amire senki sem talált magyarázatot. A környéken minden elhullott állatról azt gondolták, hogy a Chupacabras áldozata. Mindegyiket Moralesnek kellett megvizsgálnia. Naponta 10-20 állatot hoztak be ide boncolásra, hogy megállapítsuk a halál okát. A szörny végül állítólag meg is mutatta magát. A tanúk egy félelmetes, nagyszemű lényt láttak, amely félig kutya, félig szörnyeteg volt, és furcsa sípoló hangot hallatott. Szárnyai voltak, a hátán pedig tüskék sorakoztak. José Miguel Agosto a műhelyében foglalatoskodott, amikor először látta azt, ami szerinte a Chupacabras. A teste zöld volt, a szemei vörösek, és úgy viselkedett, ahogyan eddig egyetlen állattól sem látta. A nyomában kénes bűz terjengett. A lény felemelkedett, megállt a levegőben. Azután eltűnt. Nem sokára további szemtanúk is akadtak. A Canovanas peremén élő pszichológus és tanár Norka Albandoz csak rémhírnek tartotta a Chupacabrast, míg nem egyszer tömegesen elpusztult állatokat talált az udvarán. Norka nem sokára személyesen is találkozott a kecskeszívóval. Egy kora estén az El Junque őserdő mellett futó hegyi úton valami Norka elé állt. Először bagolynak vélte. Megláttam azt a hatalmas valamit az autóm előtt. Csak bámult azokkal a gyönyörű, furcsán óriási szemeivel. Magamban azt mondtam, hogy ez a legnagyobb bagoly, amit életemben láttam. Norka tudta, hogyan védje meg magát. A pisztolyáért nyúlt, ám akkor elfogta az az érzés, hogy a lény valamit közölni akar vele. Felej! Mi vagy te? Honnan jöttél? Denevér szárnya volt. Kitárta és felszállt, rettentő gyorsan. ...1996-ig 2000 állat pusztult el, és több száz szemtanú számolt be a különös fenevadról. Azok, akiket nem elégített ki az ismert ragadozókat felelőssé tévő hivatalos magyarázat, saját magánnyomozásba fogtak. A puertorikói kutatócsoport több száz esetet vizsgált ki. Meggyőződésük, hogy a Chupacabras jelenségben van valami bajós és természetellenes. Vannak, akik szerint a Chupacabras földön kívüli. Mások szerint az idegenek elszökött házi állata. Megint mások úgy vélik, hogy titkos génkísérletek eredménye, melyeket az idegenekkel összeesküvő kormány hajtott végre. Dr. Daniel Altschuler, a puertorikói Arecibo Obszervatórium volt igazgatója. Őt nem lepik meg ezek az elméletek.
A történelem során mindig kedveltük a rémtörténeteket. Szerinte itt egy kulcselem hiányzik. Sok más mítoszhoz hasonlóan hiányzik a bizonyíték. A Chupacabrasról szóló történetek nem többek szóbeszédnél. Egy rejtvénybe rejtett rejtvényt kell megoldanunk, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi az a Chupacabras. Valami végez az állatokkal, de mi az? Nem tudjuk, hát elnevezzük Chupacabrasnak. De mi az? Erre nincs válasz. Ezzel ismét visszakerültünk az alapkérdéshez. Ez az ember, aki a legtöbb időt töltötte a Chupacabras áldozatainak vizsgálatával, egyetért. 300 állat boncolásának leletei igazolják, hogy a szóbeszéd és a sajtó is téved. Az állatok nem véreztek ki, és valamennyien élethalál harcot vívtak a támadójukkal. Látható, hogy ami megtámadta, az elég erős volt, hogy a harapásával összeroppantsa őket. Több esetben is törött bordákkal és csontokkal kerülnek hozzám. A tettesek a jól ismert ragadozók voltak, ám amikor már úgy tűnt, hogy Puerto Rico elfelejtheti a Chupacabrast, az egész világ megismerte. Gyors egymás utánban, Floridában, Chilében és Nicaraguában is feltűnt. A hívők pedig bizonyítékot kaptak. A Chupacabras lábnyoma, de még a teteme is előkerült. Mire jut mindezzel egy igazságügyi szakértő? Bár csupán 10 éve örvend nemzetközi hírnévnek, a vérszívó ragadozó meglepő hasonlóságot mutat európai megfelelőjével, a vámpírral. Párhuzam vonható a között, ami 1995-ben Puerto Rico-ban történt, és a vámpír történetekkel, amelyek az 1700-as években jelentek meg Európában. A vámpír mítosz is részben azért született, mert az emberek magyarázatot kerestek az őket sújtó eseményekre. Ezek az események feltehetően fel nem ismert betegségek voltak, például a tuberkulózis, amelytől az áldozat sápatnak és vértelennek tűnik, mielőtt meghal. Mi történhetett Puerto Ricóban, ami hasonló félelmet váltott ki? A gazdálkodásból élők állatainak megmagyarázhatatlan elhullása elég lehet-e a vámpírszerű lényről szóló mesék megszületéséhez? A bírálók rámutattak, hogy a Chupacabras mintha mindig Amerika spanyol anyanyelvű vidékein tűnne fel, ami inkább kulturális, mint paranormális jelenségre utal. A hívők azonban hamarosan hozzájutottak ahhoz, amire vártak. A tárgyi bizonyítékhoz. A Puerto Rico-i mészárlások után a Chupacabras, mintha az Egyesült Államokba költözött volna. Miami-ban él a paranormális jelenségek ügyvédből lett kutatója Virgilio Sánchez Osejo. Ez az első hely, ahol a Chupacabras lecsapott. Az egész udvar tele volt elpusztult állatokkal. Voltak köztük kakasok, tyúkok. 1996. márciusában, amikor tucatszám kerültek elő a tetemek, a lakók Sánchezt kérték fel, hogy végezze el a vizsgálatot. Ő nem fogadta el a hivatalos magyarázatot, amely szerint egy kóborkutya volt a felelős az egész mészárlásért. Olyan volt, mint egy csatamező. Mintha az állatok egy háborúban estek volna el. Bármi végzett ezekkel a csirkékkel, elég magasnak kellett lennie, hogy átjusson ezen mintegy 2 méteres kerítésen. Vagy elég erősnek, hogy átmásszon rajta. Vagy egyszerűen elég kicsinek, hogy átférjen egy ekkora lyukon. Milyen magyarázatot lehet adni egy ilyen rendkívüli esetre? Valamennyi csirkén szúrtsebb látható. A legenda szerint ez a Chupacabras ismertető jele. Ezt a fenevadat olykor griffre emlékeztető földön kívüliként írják le. Felugrott ide, és leszaggatta a tetejét. A Sánchez által megvizsgált helyszínek és a tanúk beszámolói meggyőzték őt, hogy a tettes a tudomány számára egyelőre ismeretlen állat. Ám a Chupacabras ezúttal hátrahagyott valamit, mégpedig hatalmas mancsnyomokat. Sánchez gipszöntvényt készített arról, ami szerinte a Chupacabras létezésének jelenlegi legerősebb bizonyítéka. Nekem úgy tűnik, hogy ez a Chupacabras nem egyedül, hanem a családjával érkezett. Több méret is van, a kölyöktől a felnőttig. Sánchez úgy véli, az öntvények alátámasztják a szemtanúk állítását, miszerint a ragadozó 2 lábon jár.
Ezek egy két lábon járó állattól származnak. Errefelé haladt. Ám még több bizonyítékra volt szüksége. 4 évvel később hallotta a hírt, hogy a fenevad Chilében tombol. Azonnal odarepült, hogy utána járjon. 2000 márciusában erős fény ragyogta be az éjszakai eget az Atacama sivatag egyik bányász települése fölött. Másnap több tucat juhot holtan találtak. A lakók pedig állították, hogy különös lények repkedtek a fák között, ugráltak le a háztetőkről és rohantak át a városon. A szemtanúk le is rajzolták a bestiát. A chilei rendőrség csapdákat állított fel abban a reményben, hogy fogjul ejti a környék rémét. A sajtó is kivonult. Úgy vélték, hogy forró nyomon követik a Chupacabrast. A sivatagban elszórva mindenütt lábnyomokat találtak. Sanchez meg volt győződve, hogy a Chupacabras hagyta őket hátra. További öntvényeket készített és összehasonlította őket a Miami-ban felvettekkel. Ezt a mintát 1996-ban rögzítettem Miami-ban a Chupacabras lábnyomáról. Ez 2000-ben Chilében készült. Összehasonlítva jól látható, hogy egyformák. Egy létező állat. Később megvizsgáltatjuk Sanchez gyűjteményét az állati lábnyomok szakértőjével. Sanchez viszont már akkor is tudta, hogy néhány nyom nem elég. Egy testre volna szükség. Egy élő vagy halott példán kellene, pikkelyestől, tüskéstől, fogastól, csontostól. Lényegében bármi megtenni, de egyelőre semmink sincs. Úgy tűnt, hogy ez a kívánság is teljesül, amikor 2000-ben Nicaraguában is feltünedeztek a Chupacabrasról szóló jelentések. Ám a teremtmény itt emberére akadt. Malpasillo határában Managuától 70 kilométerre északnyugatra a már ismerős kép fogad. A jószágot ismeretlen ragadozó csonkította meg. Jorge Luis Talavera és a szomszédság több mint 100 állatot vesztett egy hónap alatt. A juhok a koránban voltak, amikor a Chupacabras rájuk támadt és kivonszolta őket. 5 találtam holtan itt, és később még 3 hátul. Tetemek hevertek az egész koránban. Az egész környékről érkeztek a rémről szóló híresztelések. Az apró, különös teremtmény olyan gyorsan mozgott, mintha repült volna. A bőre és a szárnyai a denevérre, a pofája egy vízköpőre emlékeztetett. Talavera nem sokára a saját szemével is láthatta őket, amikor egyszerre 4 kapott rajta, ahogy az itató vájúban fürdenek. Este 10 volt. 4 voltak, úgy 120 centi magasak. Amikor kijöttünk, hogy megnézzük őket, akkor elszaladtak. A gazdának elege lett. Bezárta az állatokat, csak egy juhot hagyott az udvaron csaléteknek, majd felkészült a Chupacabras látogatására. Talavera órákon át állt lesben. Végül éjfél körül zajt hallott az udvarról. Amikor a lény az istálóhoz ért, Talavera célzott és tüzelt. Az első lövés után fájdalmasan vergődni kezdett. Én pedig újra lőttem. Körülbelül 50 méteren át követtem, és 7 tüzeltem rá. Egész idő alatt rikoltozott. Néhány nappal később keringő keselyüket vett észre az egyik földje fölött. Amikor odament megnézni, egy hátborzongató tetemre bukkant. 2 hatalmas agyara volt a szája alsó és felső részének oldalán. Denevérfüle volt, és egy kis ormánya. A szeme is nagy volt, de a madarak a nagy részét már elpusztították.
Talavera biztos volt benne, hogy erre a lényre lőtt rá. A tetemet Leónba vitte a Nicaraguai Egyetemre, ahol a kutatók elvégezhették az állítólagos csupakabrasz első boncolását. Az értékelés végrehajtására azonnal szakértői csoportot alakítottunk. Erre jó okunk volt. Úgy tartjuk, hogy a köztudatban élő félelmek és kétségek eloszlatása az egyetem felelőssége. Később a boncolás pontos eredményét is megismerjük. Ám a csupakabrasz történet eközben érdekes fordulatot vett. A latin-amerikai csupakabrasz története egy régi észak-amerikai rejtéllyel került szembe. Mindez az 1970-es években kezdődött, amikor számos állat pusztult el titokzatos körülmények között. Egy ló fejéről teljesen lehúzták a bőrt. Szarvasmarhák szemét, fülét és tőgyét távolították el sebészi pontossággal. Az akkori megfigyelőknek feltűnt a vér hiánya, azt állították, hogy a műveletet lézerrel végezték. A borzalmas módon megnyúzott tetemekről és szerv eltávolításokról szóló jelentések éveken át gerjesztették a sátánista szertartások miatti félelmet. Volt, aki azt állította, hogy a kormány végez titkos kísérleteket, vagy akár azt, hogy földön kívüliek gyűjtenek mintákat megnevezhetetlen vizsgálataikhoz. Arkansas is az 1970-es években történt csonkításos esetek számos helyszíne közé tartozott. Ricky Lomus marhatenyésztő szerint mindez még ma is folyik. Lomus rodeóbikákat nevel, pásztorkutyái pótolhatatlan értékű munkatársak. 2005 nyarát az új terelőkutyájának, Dudleynak, az értelmes, keményen dolgozó Johna kölykének a betanításával töltötte. A fiatal állat gyors volt és rettenthetetlen akár az anyja. Lomus három kislánya rajongott a kutyakölyökért. Egy nehéz napot követő éjszakán Ricky Lomus meghallotta, hogy a kutyái ugatnak az udvaron. Semmi rendkívülit nem láttam, ezért azt gondoltam, hogy talán préri farkasok vagy nyulak járnak a közelben. Visszamentem a házba, és idővel minden elcsendesült. Másnap reggel Lomus a templomba indult, amikor meglátta a földje felett köröző pulykakesejüket. Persze, azt hittem, hogy az egyik marha hullott el, ezért visszafordultam, hogy megnézzem. Szívszaggató látvány fogadta. Kedves kutyája Dudley hevert ott holtan, és iszonyatosan megcsonkítva. Néhány szervével együtt valahogy az egész gerincét is eltávolították a nyakától a faráig. Minden érintetlen volt, kivéve a néhány hiányzó szervet. Minden vágás nyoma tiszta volt. Az érdeklődésemet azt keltette fel a legjobban, hogy a gerincét minden további sérülés nélkül vették ki az egyik ponttól a másikig. Dudley sokat jelentett nekem, jó kutya volt. Senki sem örül egy kutya elvesztésének, tudják, az ember legjobb barátja. Senkinek sem kívánom, hogy így lássa viszont a sajátját, felhasítva a legelőn. Lomus választ akart. Megkereste barátját, Dr. Jim Kunkelt, aki állatklinikát vezetett a texasi Atlantában, csupán néhány kilométerre Lomus farmjától. Dr. Kunkel ugyanolyan furcsának találta a helyszínt, mint Lomus. A kutya úgy festett, mintha sebészeti bemetszéseket végeztek volna rajta. A vonal végigfutott a hátán, a gerincét pedig a vállától a csípőjéig eltávolították. A nyelvét a fogak vagy az állkapcsok megsértése nélkül kivágták. Egyáltalán nem olyannak láttam, mintha autó vagy vonat ütötte volna el. Mintha valami az égből csapott volna le rá, hogy kivegye a szerveit. Egyes részei egyszerűen eltűntek.
Dr. Jim leletei és Rickynek a csonkításokkal kapcsolatos vizsgálatai mindkettőjüket a vérszívó fenevadról, a csupakabraszról szóló jelentésekhez vezették. Miközben a téma irodalmát böngészte, Lumosban hirtelen felmerült egy félelmetes emlék, amely éveken át gyötörte Mallory-t, a lányát. Csupán 5 éves volt, amikor látta. Hirtelen egy elmosódó sárga folt jelent meg. Úgy nézett ki, mint egy kis ember, egy emberke. Látható volt, hogy valóban fél. Tudtam, hogy valóban látott valamit. Abból, amit a saját gazdaságában tapasztalt és a világszerte történt támadások leírásai alapján, Ricky Lumos úgy véli, hogy a csupakabrasz lehet a felelős Dudley haláláért. Egyik eset jön a másik után, és mindig a csupakabrasz a tettes. Nem hagyható figyelmen kívül, mert rengetegszer előfordult, és számtalan a lehetőség. Vagy valamilyen paranormális, kriptozológiai ügy folyik itt, vagy egyfajta sátánista szekta végzi a csonkításokat. Csak hogy bármilyen jól illik a bizonyítékokhoz, van egy gond a sátánista szektás magyarázattal. Az FBI éveken át minden létező nyomot kivizsgált, és sohasem talált mást, mint félreértést és hisztériát. 1980-ban az USA igazságügyi minisztériuma által az állatok megcsonkításáról készített jelentés megállapította, hogy valamennyi eset természetes okokra vezethető vissza. Ez azonban nem oldotta meg a kérdést. Voltak, akiket csak arról győzött meg, hogy a kormány el akarja titkolni a szörnyű igazságot, hogy a földön kívüliek a tettesek. A kanadai Alberta tartományában álló St. Paul a föld egyik első városa, amely meghívta az idegeneket látogatóba. Ez a leszállóhely 1967-ben épült. A város engedékenyen elfogadta UFO központként szerzett hírnevét. A környékbeli gazdák viszont nem nagyon örülnek ennek. Ken Gallas szarvasmarha tenyésztő, Fan Berzilt, az állatcsonkítások legismertebb kanadai szakértőjét kérte fel, hogy vizsgáljon meg egy tehenet, amely egy gyomorforgató állapotban talált. A maihoz hasonló nap volt, amikor rátaláltam. Biztosan állíthatom, hogy nem ragadozó volt a tettes. Mert ilyen módon ölni és ilyen metszéseket ejteni, állat nem képes. Vagy ember, vagy valami nem emberi tette. Berzel már korábban is találkozott hasonlóval. Az előző 8 év során csaknem 100 állítólagos marhacsonkítást vizsgált ki. Sok esetben az állat körüli talajt, mintha ismeretlen hőforrás perzselte volna fel. De más hasonlóságok is akadnak. Általában nincs vér, vagy nagyon kevés. A metszések olyanok, mintha lézerrel vágták volna őket, és az állatok gyakran nyakatekert testhelyzetben múlnak ki. Azonnal, küzdelem nélkül elpusztulnak, és sohasem találok lábnyomokat. Egy közeli farm gazdája, Russell Jaseiko, még mindig meg van rendülve az ő legelőjén lezajlott borzalmas eseményektől. Amikor rátaláltam a tehénre, azt gondoltam, hogy valamilyen természetes oknál fogva múlt ki. Amikor megkerültem, akkor vettem észre, hogy az egész hasi részét kivágták. Elég félelmetes volt, szörnyen felkavart. Hazamentem a feleségemért, hogy ő is nézze meg. Biztos akartam lenni abban, hogy nem én néztem félre valamit. Bizony, az állatot megcsonkították. Berzel azt állítja, hogy a helyszínen a talaj gyakran radioaktív. Fémdetektorral próbál esetleg nyomra vezető tárgyi bizonyítékot keresni. Érzése szerint mindez nem emberek vagy ragadozók műve, további következtetéseket viszont nem von le. Lehet, hogy a csonkításokért is a csupakabrasz a felelős. Mindent a kulturális környezet határoz meg. Ha elpusztul egy állat, akkor a világ egyik pontján az a megoldás, hogy az UFO-k a tettesek. Ha ugyanazt az állatot máshol ölik meg, akkor a válasz egyértelműen az, hogy nyilván a csupakabrasz tette. Évtizedekkel korábban egy vállalkozó szellemű fiatal serif a csonkításos esetekkel szembesülve megelégelte az UFO-k emlegetését és a sátánisták miatti pánikot, és úgy határozott, hogy cselekszik. Olyan kísérletet gondolt ki, amely a csonkításokkal foglalkozó közösség számára bosszantó eredményt hozott.
Az észak-amerikai titokzatos állatcsonkítások a nyugállományú arkansaszi sheriff Herb Marshall szerint tulajdonképpen nem is olyan rejtélyesek. Ő a Washington megye közigazgatásának szolgálatában tanúja volt a marhák különös pusztulását övező hisztériának. Marshall azonban nem az az ember, aki rejtelmes idegenek vagy ismeretlen fenevadak nyomába ered. Úgy döntött, hogy magához csalogatja a tettest, bárki is legyen. Egy jó nyomozó kérdései mindig a mit, mikor, hol, miért és hogyan. Van valami oka annak, hogy az állatok így végezték, mi pedig innen közelítettük meg a kérdést. Mindenre nyitottan nyomoztunk. Arkansasban 1979-ben kezdtek megjelenni a megtámadott és borzalmasan megcsonkított állatokról szóló jelentések. A szemek és az ivarszervek eltűntek, a nyelvet kivágták, gyakran a tetem bőrét is lenyúzták. Pánik alakult ki, és kezdetét vette a vadtalálgatás. Földön kívüliek tették, esetleg sátánisták. Rico Kelly Herb Marshall helyettese volt. Világok háborúja szindrómaként szoktam emlegetni. Miután a sajtóban megjelent, a közvélemény már nem is akarta meghallani a magyarázatot. Nyomozóként minket azt foglalkoztatott, hogy történt-e törvénysértés, vagyis hogy valaki szándékosan ölte meg a magántulajdont képező szarvasmarhákat. A helyi állatorvos úgy vélte, hogy az állatok elhullásának oka fertőzés volt. A látszólagos csonkításokra viszont nem adott magyarázatot. Mivel tanácstalan volt, a sátánt vagy a természet felettit viszont még mindig nem fogadta el, magyarázatként Marshall újszerű megközelítést alkalmazott. Egy friss tetemet vett több napra megfigyelés alá, hogy a saját szemével lássa, mi történik vele. Hozzá is látott az állatorvos néhány beosztottja és egy elpusztult tehén segítségével. A tetemet egy helybéli gazda adta. A sheriff helyettesek egy üres mező közepére fektették, hogy megismételjék a környéken megcsonkított szarvasmarhák körülményeit. Az egyik gond az volt, hogy a helyi állatorvosoknak csak az élő állatok kezelésében volt gyakorlatuk. Halottakkal legalábbis hosszú távon nem foglalkoztak. Les sátrat állítottak, hogy elrejtse őket a tehénből esetleg fogyasztó dögevők elől. Ezek egyike a pulyka kesejű, amelyről köztudott, hogy különös réseket és hasítékokat vág a tetemekbe. A csapat ezután letelepedett a történelem talán legkülönösebb rendőri megfigyelésére. Két rendőr őrködött. Igyekeztünk 8-10 óránként váltani egymást. A nap 24 órájában éjjel-nappal szemmel tartottuk az állatot. A megfigyelés első óráiban a kamerák a tetem erős felfúvódását rögzítették. Ha egy állat a szabadban hever, ahol nyáron 40 fokra is felmegy a hőmérséklet, akkor 24 óra alatt már eléggé felfúvódik. Az egymást váltó rendőrök éjszaka is őrködtek. A tehén teteme egyre dagadt. Reggelre az állat bőre kezdett felhasadni. A gyanúsított dögevők nem jelentek meg, más elkövetők viszont ezer szám. Döglegyek. Miután az állat felfúvódott, és a szervei és a belsőségei kezdtek kitüremkedni, a legyek nagyon-nagyon gyors takarításba fogtak. A legyek a lágy részekbe, a szemekbe, fülekbe, orrnyílásokba és ivarszervekbe rakták a petéjéket. A nyüvek állkapcsai szétrágták az oszladozó húst, a nyáluk pedig feloldotta az elhalt szöveteket. A parányi sebészek pár óra alatt a szikéjével vagy a lézerekével vetekedő munkát végeztek. A rovarok egy másik rejtélyt is tisztáztak. A tetemen és körülötte is elképesztő hatékonysággal takarították fel a vért. Alig néhány óra alatt pontosan olyan állapotot alakítottak ki, amilyet a helyszíneléskor láttunk. A 48 órás megfigyelés alatt a természet végrehajtotta a jellegzetes marha csonkítást, a Washington megyei sheriff iroda pedig hivatalosan is lezártnak tekintette az ügyet.
Diane Bélich arkansaszi állatorvos szerint a Marshall és társai által tapasztaltak ma is épp oly érvényesek, mint 1979-ben. Bélich állítja, az ismert ragadozók magyarázatot jelenthetnek még a legkülönösebb sérülésekre is, például azokra, amelyeket Dudley a pásztor kutya szenvedett. Ahol Dudley gazdája és állatorvos a sebészi úton eltávolított gerincet lát, ott Bélich egy préri farkas vagy róka által kiszaggatott húst és szöveteket. Amit ők gyanús szúrt sebnek láttak, azt Bélich a vadvilágban mindennapos támadás eredményének. Úgy tűnik, hogy a legközönségesebb természetes okok a keselyűk a legyek, és a felfúvódás is olyan külsőt adhatnak egy tetemnek, mintha bizarr módon megcsonkították és kivéreztették volna. De mi a helyzet a csupakabrasz létezésének tárgyi bizonyítékaival? A mészárlások helyszínén talált lábnyomokkal és azzal, ami állítólag magának a tettesnek a holtteste. Az első tárgyi bizonyítékok a lábnyomok. Ebből az irányból kell nézni, amerre a csupakabrasz mancsa áll. Ezeknek azt kellene bizonyítaniuk, hogy a lény felegyenesedve két lábon jár. A paranormális jelenségeket kutató Virgilio Sánchez Osejo Miami-ban és Chile-ben a hírhet kecskeszívó állítólagos támadásai helyszínén készítette az öntvényeket, amelyeket a gyilkos nyomainak tart. Elvittük a mintákat Esteban Sarmientohoz, a New Yorki Természettörténeti Múzeum biológusához. Sarmiento a vadállatok nyomainak szakértője. Az ő szemében ezek a nyomok túl jók ahhoz, hogy valódiak legyenek. Számos jelből következtetek arra, hogy ezeket a nyomokat nem egy állat hagyta a talajon. Az öntvény visszahajlik, így az állat, amelyik hagyta, nem húzhatta volna ki belőle a lábát. A jelek szerint vagy mesterségesen készítették, vagy egy mozdulatlanul fekvő állat mancsáról vették le a mintát. Valószínűleg így történt. Egy valódi nyomban látszana, hogy a mozgó állat karma feltúrja a földet. Nem lehetne tökéletes lenyomat. Ha egy kis csupakabrasz lábakat készít, majd azokat a saját lábára erősítve körbeugrál, akkor hitelesebb csupakabrasz nyomokat készíthetett volna. A nyomon ráadásul csak az új párnák és a karmok látszanak. Se szőr, se pikkely. Még egy hüllőnek is látszanak a pikkelyei. Ennek a felülete oldalt is ugyanolyan, mint az új párna tetején. Nagyon furcsa. Egy utolsó árulójel végleg arra utal, hogy a nyomokat ember készítette. Itt szinte tisztán látom, hogy valaki belenyomta az ujját. Belül még az új lenyomat rajzolata is kivehető. Könnyen lehet, hogy egy emberi ujnyoma. Pont belefér az ujjam, és ki is tudom húzni. Sarmiento összességében semmit sem talált, ami igazolná, hogy egy ismeretlen két lábon járó gyilkos ólálkodik Latin-Amerika farmjai körül. Talán inkább egy hamisító. Ezekből a nyomokból semmilyen módon sem állapítható meg, hogy az állat kettő, négy vagy akár öt lábon jár-e. Csupán ennek a nem valami hiteles öntvénynek az alapján én nem hinném, hogy ez a lény létezik. A nyomok nem tűnnek valódinak, de mi a helyzet a még szenzációsabb tárgyi bizonyítékkal? Az állítólagos csupakabrasz tetemmel. A csupakabrasz hívei számára ez a támadások idején 2000-ben Nicaraguában talált tetem volt a legígéretesebb. Amint a lelet megérkezett Leónba a Nicaraguai Egyetemre, a kutatók lelkesen hozzáfogtak a tanulmányozásához. Dr. Edmundo Torres a vizsgálat helyettes vezetője, aki az állítólagos csupakabrasz boncolását irányította. Igazság szerint izgalommal tölt el minket a lehetőség, hogy egy új fajjal van dolgunk. A tetemet a marhatenyésztő Jorge Luis Talavera hozta be, aki rálőtt a jószágát gyilkoló, majd menekülő teremtményre. Bár szinte első látásra tudták, hogy mivel állnak szemben, a kutatók két teljes napot dolgoztak a maradványokkal, hogy minden tévedést kizárjanak. Rekonstruálták a csontvázat és az egész csontszerkezetet lemérték és átvizsgálták. Megmértük a gerince hosszát, a farkát, a medencéjét és a mellkasát. A lehetőségek köre egyre szűkült. A bőrön lévő szőrszálakból és az emlőmirigyekből kiderült, hogy az állat emlős.
A fogai tömörek és erősek voltak, a szája pedig egyértelműen nem vérszívásra való. Ekkor a kutatók összehasonlították a Talavera által hozott tetem koponyáját az eredeti jelöltjükével, a Canis familiarisével. Mint látható, a kutya koponya pontosan olyan, mint a beszállított állaté. Egyszerű a következtetés. A tetem egy közönséges kutyájé volt. Az egyetem azonnal sajtókonferenciát hívott össze, hogy bejelentsék az eredményt. Abban bíztak, hogy eloszlathatják a csupakabrasztól való félelmet. Ehelyett ellenséges fogadtatásban részesültek. A tömegben az emberek fújoltak és csúfszavakat kiáltoztak. Volt, aki kijelentette, hogy elraboltuk az állatot. Úgy érezték magukat, mint akiket elárultak, amikor szembesültek azzal, hogy az állítólagos chupacabras nem egyéb közönséges háziállatnál. A fogadtatás olyan ellenséges volt, hogy néhány tudós már a saját életét féltette. A jelenség része az is, hogy a chupacabrast hibáztatva az emberek elhárítják saját felelősségüket. Ha én vagyok a gazda és valami pusztítja a teheneimet, akkor azt mondhatom, hogy a chupacabrast tehetetlen áldozata vagyok. Másképp utána kellene járnom, hogy nem lehet-e valamilyen betegség, esetleg nem kóborkutyák vagy más ragadozók ölik-e meg a jószágot. A chupacabrashoz hasonló esetek, bármennyire szórakoztatóak, rávehetik az embereket, és valóban rá is veszik őket, hogy összekeverjék a tényeket a képzelgéssel. Egy nem igaz magyarázat ugyanilyen veszélyes, mert megakadályozza, hogy az emberek utána járjanak az igazságnak. Lehet, hogy alapos ok, az állatok valamilyen vírusos vagy bakteriális betegsége áll a háttérben. Az állattenyésztés kemény tényeinek egyike, hogy a látszólag egészséges állatok is gyakran elpusztulnak fertőzéstől, ragadozóktól vagy mérgezéstől. Ez a tény háttérbe szorul, amikor a chupacabrasról szóló híresztelés elterjed a közösségben. Senki sem akarta tudomásul venni, hogy az állítólagos nicaraguai chupacabras tetem egy kutyájé volt. Puerto Ricóban a mezőgazdasági minisztérium állatorvosa David Morales pontosan ezzel a jelenséggel szembesült. Mintegy 300 tetem vizsgálata után a legfontosabb eredményeit hagyta figyelmen kívül a sajtó, és éppen azok az emberek, akik a jószágaikat elvesztették. Az elvégzett boncolások mindegyike egy természetes ragadozó, például egy majom vagy egy macska összetéveszthetetlen nyomait tárta fel. Mindegyiknek eltörtek a csontjai, megsebesültek és szétszaggatták őket. Egy vérengző állat támadta meg őket. Vérengző, de nem túl világi. Morales szerint lehettek kutyák, de akár rhesus majmok is, amelyek 1980-ban szöktek meg egy laboratóriumból. A chupacabrasról és a megcsonkított tehenekről szóló természetfeletti elméletek végül nehezen megválaszolható kérdésekhez vezettek. Miért jönne egészen idáig egy intelligens és több millió kilométer átszelésére képes idegen faj egy olyan értelmetlen céllal, mint a háziállatok megcsonkítása? A miénknél sokkal fejlettebbek műszakilag, hiszen mi még éppen csak a Holdra jutottunk el. Azt képzelik, hogy ezek a lények idejönnek a végtelen távolból, csak hogy valami szegény parasztot ijesztgessenek a sötétben. Ennek nincs értelme. Én úgy képzelem, hogy leszállnának a fehérház előtt, és bekiáltanának, hogy megjöttek. A kételkedők még több kérdést tesznek fel. Mi az oka, hogy a jelenség és a lény leírása is helyről helyre változik? Miért van az, hogy a chupacabras egy fajt gyanús körültekintéssel megkímél? Mintha a chupacabras tudná, hogy hol a határ. Nem öl meg olyasmit, amiért a gyilkossági csoport is nyomozni kezd. A nagylábúnál is rejtőzködőbb. A Loch Nessi szörnynél is titokzatosabb chupacabras ugyanolyan heves viták tárgya, mint a többi lény, amely még nem mutatta meg magát a tudomány előtt. Szerintem, ami 1994-től 1996-ig Puerto Ricóban zajlott, az tömeghisztéria. Valaki kiagyalta a chupacabras nevet, és attól a perctől minden egyes állat elhullását a chupacabras számlájára írták. Errefelé nincs állat, ami képes volna ilyesmire. Ezt nevezem én megmagyarázhatatlan jelenségnek.
Ha valamiben elég mélyen és elég erősen hisz az ember, akkor úgy gondolom, hogy a tudatában valósággá válhat. Én magam sohasem hittem benne. Az eredeti rejtélyre, vagyis az állatok állítólagos megcsonkítására a tudomány megalapozott magyarázatokat ad. A válaszhoz nem kell holmi csupakábrázt kitalálnunk, mert már megvan a megoldás. Remélem, hogy el tudunk fogni egyet. A szakértői leletek birtokában úgy tűnik, hogy feltehetően valamennyi különös elhullásra a legközönségesebb természeti folyamatok adnak magyarázatot. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy mint kulturális jelenség a csupakabrasz továbbra is köztünk marad. Magyar szöveg Horváth P. Tamás, narrátor Kárpáti Levente, munkatársa Férentány Bernadett, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette. A pokol vérszomjas korcs ivadéka. Részben hüllő, részben kenguru, részben izzó szemű, iszonyatos agyarú vérszívó denevér. Ez egy létező állat. A jelek szerint Puerto Ricóból indult pusztító útjára Latin-Amerikán át az Egyesült Államokig és Kanadáig. A házi állatok látszólag sebészi pontosságú csonkítást szenvedtek. Hiányoznak a szemeik, ajkaik és ivarszerveik. A földön kívüliek támadása volna? Vagy szörnyű tévútra futott genetikai kísérlet? Esetleg csupán az emberi lélek sötét mélységeinek terméke? 95%-ig biztosra veszem, hogy ez a földön kívüliek műve. A hívőkkel és kétkedőkkel együtt járunk utána a bizonyítékoknak, a csonkításoknak, különös nyomoknak és a szemtanúk beszámolóinak. Hiányzik a bizonyíték és a tudományos vizsgálat. Ilyen állat nem létezik. Következik a csupakabrasz vérfagyasztó rejtélye. Az igazság nyomában. Csupakabrasz a kecskék réme. Puerto Rico lakóit évtizedeken át kísértették a történetek, amelyek egy vámpírszerű lényről szóltak. Végül 1994-ben úgy tűnt, hogy a sötét mese valósággá vált. Eljött a csupakabrasz, a kecskeszívó. A teremtmény arról kapta a nevét, ahogyan az első áldozataival végzett. Az állatokat megölték, de nem ették meg. A nyakukon szúrt sebek voltak, és ránézésre kivéreztették őket. De küzdelemnek semmi nyoma nem volt. Errefelé szinte mindenkinek van elképzelése a lényről. A leírások a fenköltől a nevetségesig terjednek. Ugrik és két lábon jár. Többnyire inkább éjszaka vadászik. Hatalmas vörös szeme is van. A csupakabrasz körül nagy a hírverés, és a nagy közönség imádja ezt a témát. Megjelenik a kulcstartókon és pólókon, az emberek beszélnek róla. Olyan, mint a képregény figura a heti lapok utolsó oldalán. A csupakabrasz viszonylag új lény a kriptozoológia a nem bizonyított létezésű állatok világában. A kecskeszívó azonban gyorsan tör előre az olyan régi kedvencek rangsorában, mint a nagylábú, a yeti vagy a Loch Nessi szörny. A csupakabrasz azonban bajós módon különbözik ezektől. Az ő névjegye a halál. Nyomozásunkat Puerto Rico szigetén a Bermuda háromszög déli csúcsánál kezdjük, ahol hajók és repülőgépek tűnnek el nyomtalanul, és ahol meglepő rendszerességgel számolnak be UFO-k felbukkanásáról. A világ legnagyobb rádióteleszkópja, a módszeres modern tudomány bástyája árnyékában a paranormális jelenségek háziipara virágzik. Íme a csupakabrasz felbukkanásának helye, Canovanas városa. A történet egyszerűen kezdődött. Néhány gazda elpanaszolta, hogy a jószágát különös módon meggyilkolták. A helyzet azonban hamarosan inkább módszeres mészárlásra kezdett hasonlítani. Ez az a környék, ahol a tömeges öldöklés lezajlott.
Ismael Akvájó, a Canovanasi katasztrófa elhárítás vezetője a saját szemével látta a titokzatos lény rémes ténykedésének nyomát. Az emberek annyira féltek, hogy ki sem merészkedtek a házaikból. A mészárlás néhány kecskével és birkával indult. Megölték, de fel nem falták őket. A jelentések szúrt nyaksebekről és teljesen kivérzett tetemekről szóltak. 5 hónap alatt 50 kilométeres körzetben több mint 150 állat esett áldozatul. A polgármesteri hivatalba annyi panasz futott be, hogy Akvajó egysége külön hívószámot adott meg az elpusztult jószágok eseteinek, a 10-600-at. Mi gyilkolta a puertorikói házi állatokat? A gyanúsítottak között a szigeten kószáló vadkutyák, és a 80-as években megszökött reszusz majmok is szerepeltek. A puertorikói sajtó azonban új jelöltet és nemzetközi jelentőséget teremtett, amikor megkapó nevet adott az ismeretlen tettesnek. Chupacabras, a kecskeszívó. A támadási hullám tetőpontján minden éjszaka 200 ember járta az esőerdőt a házi állataik életét és városuk biztonságát oltalmazva. Tiszta hisztéria volt. Mindenki a Chupacabrast kereste mindenhol. A mezőgazdasági minisztérium állatorvosa David Morales hamarosan az események középpontjában találta magát. Felfedezései hatalmas vitát váltottak ki, megosztva a gazdákat és szembeállítva a hívőket a szkeptikusokkal. Az emberek arra ébredtek, hogy valamennyi kecskéjüket megölték és alakzatokba rendezték. Olykor sorokban hevertek, vagy más minta szerint, amire senki sem talált magyarázatot. A környéken minden elhullott állatról azt gondolták, hogy a Chupacabras áldozata. Mindegyiket Moralesnek kellett megvizsgálnia. Naponta 10-20 állatot hoztak be ide boncolásra, hogy megállapítsuk a halál okát. A szörny végül állítólag meg is mutatta magát. A tanúk egy félelmetes, nagyszemű lényt láttak, amely félig kutya, félig szörnyeteg volt, és furcsa sípoló hangot hallatott. Szárnyai voltak, a hátán pedig tüskék sorakoztak. José Miguel Agosto a műhelyében foglalatoskodott, amikor először látta azt, ami szerinte a Chupacabras. A teste zöld volt, a szemei vörösek, és úgy viselkedett, ahogyan eddig egyetlen állattól sem látta. A nyomában kénes bűz terjengett. A lény felemelkedett, megállt a levegőben. Azután eltűnt. Nem sokára további szemtanúk is akadtak. A Canovanas peremén élő pszichológus és tanár Norka Albandoz csak rémhírnek tartotta a Chupacabrast, míg nem egyszer tömegesen elpusztult állatokat talált az udvarán. Norka nem sokára személyesen is találkozott a kecskeszívóval. Egy kora estén az El Junque őserdő mellett futó hegyi úton valami Norka elé állt. Először bagolynak vélte. Megláttam azt a hatalmas valamit az autóm előtt. Csak bámult azokkal a gyönyörű, furcsán óriási szemeivel. Magamban azt mondtam, hogy ez a legnagyobb bagoly, amit életemben láttam. Norka tudta, hogyan védje meg magát. A pisztolyáért nyúlt, ám akkor elfogta az az érzés, hogy a lény valamit közölni akar vele. Felej! Mi vagy te? Honnan jöttél? Denevér szárnya volt. Kitárta és felszállt, rettentő gyorsan. He was so fast.
1996-ig 2000 állat pusztult el, és több száz szemtanú számolt be a különös fenevadról. Azok, akiket nem elégített ki az ismert ragadozókat felelőssé tévő hivatalos magyarázat, saját magánnyomozásba fogtak. A Puerto Rico-i kutatócsoport több száz esetet vizsgált ki. Meggyőződésük, hogy a Chupacabras jelenségben van valami baljós és természetellenes. Vannak, akik szerint a Chupacabras földön kívüli. Mások szerint az idegenek elszökött házi állata. Megint mások úgy vélik, hogy titkos génkísérletek eredménye, melyeket az idegenekkel összeesküvő kormány hajtott végre. Dr. Daniel Altschuler, a Puerto Rico-i Arecibo Obszervatórium volt igazgatója. Őt nem lepik meg ezek az elméletek. A történelem során mindig kedveltük a rémtörténeteket. Szerinte itt egy kulcselem hiányzik. Sok más mitoszhoz hasonlóan hiányzik a bizonyíték. A Chupacabrasról szóló történetek nem többek szóbeszédnél. Egy rejtvénybe rejtett rejtvényt kell megoldanunk, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi ez a Chupacabras. Valami végez az állatokkal, de mi az? Nem tudjuk, hát elnevezzük Chupacabrasnak. De mi az? Erre nincs válasz. Ezzel ismét visszakerültünk az alapkérdéshez. Ez az ember, aki a legtöbb időt töltötte a Chupacabras áldozatainak vizsgálatával, egyetért. 300 állat boncolásának leletei igazolják, hogy a szóbeszéd és a sajtó is téved. Az állatok nem véreztek ki, és valamennyien élethalál harcot vívtak a támadójukkal. Látható, hogy ami megtámadta, az elég erős volt, hogy a harapásával összeroppantsa őket. Több esetben is törött bordákkal és csontokkal kerülnek hozzám. A tettesek a jól ismert ragadozók voltak, ám amikor már úgy tűnt, hogy Puerto Rico elfelejtheti a Chupacabrast, az egész világ megismerte. Gyors egymás utánban Floridában, Chilében és Nicaraguában is feltűnt. A hívők pedig bizonyítékot kaptak. A Chupacabras lábnyoma, de még a teteme is előkerült. Mire jut mindezzel egy igazságügyi szakértő? Bár csupán 10 éve örvend nemzetközi hírnévnek, a vérszívó ragadozó meglepő hasonlóságot mutat európai megfelelőjével, a vámpírral. Párhuzam vonható a között, ami 1995-ben Puerto Rico-ban történt, és a vámpír történetekkel, amelyek az 1700-as években jelentek meg Európában. A vámpír mítosz is részben azért született, mert az emberek magyarázatot kerestek az őket sújtó eseményekre. Ezek az események feltehetően fel nem ismert betegségek voltak, például a tuberkulózis, amelytől az áldozat sápatnak és vértelennek tűnik, mielőtt meghal. Mi történhetett Puerto Rico-ban, ami hasonló félelmet váltott ki? A gazdálkodásból élők állatainak megmagyarázhatatlan elhullása elég lehet-e a vámpírszerű lényről szóló mesék megszületéséhez? A bírálók rámutattak, hogy a Chupacabras mintha mindig Amerika spanyol anyanyelvű vidékein tűnne fel, ami inkább kulturális, mint paranormális jelenségre utal. A hívők azonban hamarosan hozzájutottak ahhoz, amire vártak. A tárgyi bizonyítékhoz. A Puerto Rico-i mészárlások után a Chupacabras, mintha az Egyesült Államokba költözött volna. Miami-ban él a paranormális jelenségek ügyvédből lett kutatója Virgilio Sánchez Osejo. Ez az első hely, ahol a Chupacabras lecsapott. Az egész udvar tele volt elpusztult állatokkal. Voltak köztük kakasok, tyúkok. 1996. márciusában, amikor tucatszám kerültek elő a tetemek, a lakók Sánchezt kérték fel, hogy végezze el a vizsgálatot. Ő nem fogadta el a hivatalos magyarázatot, amely szerint egy kóborkutya volt a felelős az egész mészárlásért. Olyan volt, mint egy csatamező. Mint az vált. Eljött a Chupacabras, a kecske szívó. A teremtmény arról kapta a nevét, ahogyan az első áldozataival végzett. Az állatokat megölték, de nem ették meg. A nyakukon szúrt sebek voltak, és ránézésre kivéreztették őket.
de küzdelemnek semmi nyoma nem volt. Errefelé szinte mindenkinek van elképzelése a lényről, a leírások a fenköltől a nevetségesig terjednek. Ugrik és két lábon jár. Többnyire inkább éjszaka vadászik. Hatalmas vörös szeme is van. A Chupacabras körül nagy a hírverés, és a nagy közönség imádja ezt a témát. Megjelenik a kulcstartókon és pólókon, az emberek beszélnek róla. Olyan, mint a képregény figura a heti lapok utolsó oldalán. A Chupacabras viszonylag új lény a kriptozoológia, a nem bizonyított létezésű állatok világában. A kecskeszívó azonban gyorsan tör előre az olyan régi kedvencek rangsorában, mint a nagylábú, a yeti vagy a Loch Nessi szörny. A Chupacabras azonban bajós módon különbözik ezektől. Az ő névjegye a halál. Nyomozásunkat Puerto Rico szigetén a Bermuda háromszög déli csúcsánál kezdjük, ahol hajók és repülőgépek tűnnek el nyomtalanul, és ahol meglepő rendszerességgel számolnak be UFO-k felbukkanásáról. A világ legnagyobb rádióteleszkópja, a módszeres modern tudomány bástyája árnyékában a paranormális jelenségek háziipara virágzik. Íme a Chupacabras felbukkanásának helye, Canovanas városa. A történet egyszerűen kezdődött. Néhány gazda elpanaszolta, hogy a jószágát különös módon meggyilkolták. A helyzet azonban hamarosan inkább módszeres mészárlásra kezdett hasonlítani. Ez az a környék, ahol a tömeges öldöklés lezajlott. Ismael Aquayo, a Canovanasi katasztrófa elhárítás vezetője a saját szemével látta a titokzatos lény rémes ténykedésének nyomát. Az emberek annyira féltek, hogy ki sem merészkedtek a házaikból. A mészárlás néhány kecskével és birkával indult. Megölték, de fel nem falták őket. A jelentések szúrt nyaksebekről és teljesen kivérzett tetemekről szóltak. 5 hónap alatt 50 kilométeres körzetben több mint 150 állat esett áldozatul. A polgármesteri hivatalba annyi panasz futott be, hogy Aquayo egysége külön hívószámot adott meg az elpusztult jószágok eseteinek, a 10-600-at. Mi gyilkolta a Puerto Rico-i házi állatokat? A gyanúsítottak között a szigeten kószáló vadkutyák, és a 80-as években megszökött reszusz majmok is szerepeltek. A Puerto Rico-i sajtó azonban új jelöltet és nemzetközi jelentőséget teremtett, amikor megkapó nevet adott az ismeretlen tettesnek. Chupacabras, a kecskeszívó. A támadási hullám tetőpontján minden éjszaka 200 ember járta az esőerdőt, a házi állataik életét és városuk biztonságát oltalmazva. Tiszta hisztéria volt. Mindenki a Chupacabrast kereste mindenhol. A mezőgazdasági minisztérium állatorvosa David Morales hamarosan az események középpontjában találta magát. Felfedezései hatalmas vitát váltottak ki, megosztva a gazdákat és szembeállítva a hívőket a szkeptikusokkal. Az emberek arra ébredtek, hogy valamennyi kecskéjüket megölték és alakzatokba rendezték. Olykor sorokban hevertek, vagy más minta szerint, amire senki sem talált magyarázatot. A környéken minden elhullott állatról azt gondolták, hogy a Chupacabras áldozata. Mindegyiket Moralesnek kellett megvizsgálnia. Naponta 10-20 állatot hoztak be ide boncolásra, hogy megállapítsuk a halál okát. A szörny végül állítólag meg is mutatta magát. A tanúk egy félelmetes nagyszemű lényt láttak, amely félig kutya, félig szörnyeteg volt, és furcsa sípoló hangot hallatott. Szárnyai voltak, a hátán pedig tüskék sorakoztak. José Miguel Agosto a műhelyében foglalatoskodott, amikor először látta azt, ami szerinte a Chupacabras. A teste zöld volt, a szemei vörösek és úgy viselkedett, ahogyan eddig egyetlen állattól sem látta.
A nyomában kénes bűz terjengett. A lény felemelkedett, megállt a levegőben. Azután eltűnt. Nem sokára további szemtanúk is akadtak. A Canovanas peremén élő pszichológus és tanár, Norka Albandoz csak rémhírnek tartotta a csupakabraszt, míg nem egyszer tömegesen elpusztult állatokat talált az udvarán. Norka nem sokára személyesen is találkozott a kecskeszívóval. Egy kora estén az El Junque őserdő mellett futó hegyi úton valami Norka elé állt. Először bagolynak vélte. Megláttam azt a hatalmas valamit az autóm előtt. Csak bámult azokkal a gyönyörű, furcsán óriási szemeivel. Magamban azt mondtam, hogy ez a legnagyobb bagoly, amit életemben láttam. Norka tudta, hogyan védje meg magát. A pisztolyáért nyúlt, ám akkor elfogta az az érzés, hogy a lény valamit közölni akar vele. Felej! Mi vagy te? Honnan jöttél? Denevér szárnya volt. Kitárta és felszállt, rettentő gyorsan. ...1996-ig 2000 állat pusztult el, és több száz szemtanú számolt be a különös fenevadról. Azok, akiket nem elégített ki az ismert ragadozókat felelőssé tévő hivatalos magyarázat, saját magánnyomozásba fogtak. A puertorikói kutatócsoport több száz esetet vizsgált ki, meggyőződésük, hogy a csupakabrasz jelenségben van valami bajós és természetellenes. Vannak, akik szerint a csupakabrasz földön kívüli. Mások szerint az idegenek elszökött házi állata. Megint mások úgy vélik, hogy titkos génkísérletek eredménye, melyeket az idegenekkel összeesküvő kormány hajtott végre. Dr. Daniel Altschuler, a puertorikói Arecibo Obszervatórium volt igazgatója. Őt nem lepik meg ezek az elméletek. A történelem során mindig kedveltük a rémtörténeteket. Szerinte itt egy kulcselem hiányzik. Sok más mítoszhoz hasonlóan hiányzik a bizonyíték. A csupakabraszról szóló történetek nem többek szóbeszédnél. Egy rejtvénybe rejtett rejtvényt kell megoldanunk, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi az a csupakabrasz. Valami végez az állatokkal, de mi az? Nem tudjuk, hát elnevezzük csupakabrásznak. De mi az? Erre nincs válasz. Ezzel ismét visszakerültünk az alapkérdéshez. Ez az ember, aki a legtöbb időt töltötte a csupakabrasz áldozatainak vizsgálatával, egyetért. 300 állat boncolásának leletei igazolják, hogy a szóbeszéd és a sajtó is téved. Az állatok nem véreztek ki, és valamennyien élethalál harcot vívtak a támadójukkal. Látható, hogy ami megtámadta, az elég erős volt, hogy a harapásával összeroppantsa őket. Több esetben is törött bordákkal és csontokkal kerülnek hozzám. A tettesek a jól ismert ragadozók voltak, ám amikor már úgy tűnt, hogy Puerto Rico elfelejtheti a csupakabraszt, az egész világ megismerte. Gyors egymás utánban Floridában, Chilében és Nicaraguában is feltűnt. A hívők pedig bizonyítékot kaptak. A csupakabrasz lábnyoma, de még a teteme is előkerült. Mire jut mindezzel egy igazságügyi szakértő? Bár csupán 10 éve örvend nemzetközi hírnévnek, a vérszívó ragadozó meglepő hasonlóságot mutat európai megfelelőjével, a vámpírral. Párhuzam vonható a között, ami 1995-ben Puerto Rico-ban történt, és a vámpír történetekkel, amelyek az 1700-as években jelentek meg Európában.
A vámpír mítosz is részben azért született, mert az emberek magyarázatot kerestek az őket sújtó eseményekre. Ezek az események feltehetően fel nem ismert betegségek voltak, például a tuberkulózis, amelytől az áldozat sápatnak és vértelennek tűnik, mielőtt meghal. Mi történhetett Puerto Ricóban, ami hasonló félelmet váltott ki? A gazdálkodásból élők állatainak megmagyarázhatatlan elhullása elég lehet-e a vámpírszerű lényről szóló mesék megszületéséhez? A bérállók rámutattak, hogy a Chupacabras mintha mindig Amerika spanyol anyanyelvű vidékein tűnne fel, ami inkább kulturális, mint paranormális jelenségre utal. A hívők azonban hamarosan hozzájutottak ahhoz, amire vártak. A tárgyi bizonyítékhoz. A puertorikói mészárlások után a Chupacabras mintha az Egyesült Államokba költözött volna. Miami-ban él a paranormális jelenségek ügyvéd böllet kutatója Virgilio Sánchez Osejo. Ez az első hely, ahol a Chupacabras lecsapott. Az egész udvar tele volt elpusztult állatokkal. Voltak köztük kakasok, tyúkok. 1996. márciusában, amikor tucatszám kerültek elő a tetemek, a lakók Sánchezt kérték fel, hogy végezze el a vizsgálatot. Ő nem fogadta el a hivatalos magyarázatot, amely szerint egy kóborkutya volt a felelős az egész mészárlásért. Olyan volt, mint egy csatamező. Mint az